Az óriás szíve. A délvidék jégszilánkos vizeit taposta egy behemót. Olyan magasra nőtt, hogy a felhők fehér pelyhes palástként borultak a vállára. A csillagok pedig néha beleakadtak a hajába. A talpa akkora volt, hogy ha lábnyomát az esővíz megtöltötte, helyén hatalmas tó keletkezett. Méteres tenyerén pedig elfért volna egy egész város. Az óriás apja maga az egek istene volt. Az irgatlan méretű fiú sokáig ott élt a mennyei palotában az egek istenével. De borzalmas erejével és ormótlan testével sok kárt okozott a kastélyban. A falak leomlottak, amerre ment, a fényes oszlopok összedőltek, ha hozzájuk ért. Az apja egy darabig tűrte ezt, de egyszer megelégelte az óriás fiú ügyetlenkedését, és elkergette gyermekét a palotából. A fiú bánatában a földre menekült, annak is a legtávolabbi pontjára, a délvidék hűvös vizeire. Ott vándorolt bánatosan, miközben úgy érezte, hogy a szíve jéggé fagyott a fájdalomtól, mert nem lehet a szüleivel. Ekkor eljött hozzá az anyja, az egek istenének meleg szívű felesége, aki nem nézhette tovább tétlenül fia szenvedését. Oda ment a behemóthoz, megölelte, majd hozzáérintette kezét a mellkasához. Az óriás szívének sok-sok fájdalmas fagyossága mind a tenyerébe gyűlt, és a fiú megkönnyebbülten fellélegzett. Szívét ismét melegség járta át. Az egek istennője pedig fogta a sok fagyot, labdát gyúrt belőle, és elhajította a délvidék legtávolabbi vizei felé. A labda elterült a vízen, és hatalmas, jeges kontinens lett belőle. Így keletkezett Antarktisz. Együttműködő partnerünk a Móra Kiadó.